Kőbányán is az egészségesebb életmód jegyében telt el a mobilitási hét. Az autómentes napon sok száz iskolás biciklizett együtt a Sportligetben. Ilyenkor az egész ország tele van ehhez hasonló eseményekkel, mindenki bringára pattan, kerékpár ugye mint egy lehetséges közlekedési eszköz, ami kiváltja az autót, ennek a népszerűsítéséről is szól többek között a mobilitási hét, közlekedjünk tömegközlekedéssel, gyalog, kerékpárral és autóval akkor, hogyha éppen nincs más megoldás, mert van mit vinnünk el valahova. Erről szól ez a hét, és hát Kőbányán is nagyon hangsúlyos, főleg a bringás része ennek, hiszen ezen a héten kedden volt már bringás reggeli, aki kerékpárral ment iskolába dolgozni, azokat meghívtuk a kerület két pontján is egy-egy kakaós csigára, vagy egy kis italra, egy kakaóra, vagy tejre, vagy egy üdítőre. És ugye most pedig hétvége felé pedig több rendezvény is van. Az egyik iskolásoknak, a mai iskolásoknak, zajlik és óvodásoknak. 700 óvodás iskolást hívtunk meg egy nagyon klassz rendezvényre, nagyon szép időben a Köszi Él, illetve a Sportligetbe. És holnap szombaton pedig zajlik egy családi bringás nap majd a Óhegyparkban, illetve a bányában. Nyilván a kakaós csiga meg a kakaó elég meggyőzően hatnak, de milyen egyéb érvek, vagy milyen fajta olyan üzeneteket lehet megfogalmazni, amelyek meggyőzik? Azt hiszem inkább a felnőtteket talán sokkal nehezebb meggyőzni, hogy tegyék le az autót, és mondjuk például biciklizzenek helyette. Hát talán motiváció, hogy van, hogy sört is adtunk a frissítőpontokon, igaz, alkoholmentes sört tudtunk adni a kakaó mellett, tehát igyekszünk ezzel is motiválni, hogy mindenki minél többet bringázzanak, de szerintem ez egy észszerű döntés a kerékpár, tehát nem biztos, hogy olyan elvakultnak kell ez lenni, hogyha egy városban valaki 3 kilométernél kisebb távot tesz meg, akkor biztos, hogy a kerékpár gyorsabb, mint az autó, egyszerűbb megállni, nem csak haladni kell egy autóval járni, hanem meg is kell állni, le kell parkolni, el kell indítani, ennek van egy költsége, tehát hogyha ezeket mind összeadja, akkor elég könnyű belátni, hogy a kerékpár megveri az autót. Hosszabb távon, hogyha mit vinnem kell, szállítanom kell, akkor persze más, akkor az autó az ugye értelemszerűen egy jó döntés, de a kerékpár, azt gondolom, hogy városa mindenképpen egy hasznos közlekedési eszköz. Igen, nyilván ezek meggyőző érvek, de mondjuk mobilitás hete alkalmában, vagy autómentes napokon is autóvezetőként elég gyakran találom magam dugóban. Tehát valami miatt ez mégiscsak egy kicsit talán nehézkesebb. Mik azok, amik igazából jobban működnek még, hiszen a kényelem az valószínűleg egy nagyon fontos szempont. Ez egy döntés kérdése, tehát hogy kinek ki mit érez meg, él meg kényelemnek. A bizonyos távolságon belül a kerékpár azt gondolom, hogy minden szempontból egy okos döntés. Nehéz emellett több érvet felsorolkozhatni, ki kell próbálni. Tehát, hogyha valaki sose próbálja ki, és a kocsiból bosszankodik, hogy a belett a sok bringás elmegy, és hogy még dugóban áll, akkor gondoljon arra, hogy ha a bringások azok is autóban ülnének, akkor a dugó még sokkal hosszabb lenne, mint ami egyébként addig abban ücsörögnie kell. Ő is pattanjon kerékpár, és meg fogja látni egy másik világot ismer meg. Az ember kerékpárral lehet, hogy nem a leggyorsabb utakat választja, hisz a forgalmat néha elkerülik, én magam is itt teszek egyébként, hogy igyekszem inkább elkerülni az autósval terhelt forgalmas utakat, és egy sokkal nyugodtabb napnak néz az ember elébe, hogyha kerékpárra ment dolgozni, mintha dugom arra szólva mégig bosszankodta volna a reggelét. Általában mit tapasztalnak, hogy az egészséges életmód vagy a környezettudatosság mennyire bizonyulnak hatékony érveknek? Szerintem egyre erősebbek ezek az érvek. Maga a környezeti károk, amiket okozunk a világnak, ugye nem csak a közlekedéssel, akár a PET-palackoktól kezdve, bármilyen hulladék, amiket magunk mögött hagyunk, tehát óriási az a lábnyom, amit az emberiség maga mögött hagy. Szerintem minden épeszű ember egyre inkább belátja azt, hogy ez nem fenntartható, és a fenntartható élethez meg bizony része az is, hogy szelektíven gyűjtsük a hulladékot, az, hogy kerékpárra közlekedjünk, az, hogy minél kevesebbet üljünk autóban. Tehát, hogy ezek mind együtt egy irányba hatnak, és remélem, hogy azért a világ még egy pár évig fönnmarad, mert hogy belátjuk, hogy ez így nem mehet tovább. Hogyha kőbányai számokat nézünk, tavalyi rendezvények milyen látogatottak voltak, és idén eddig milyen számokat tudunk? A bringással igény látjuk, hogy az emberek már tudják, hogy már várják, egyre többen jönnek el, tehát már megkeresik a pontokat, mikor a bringás reggeli van. Az iskolás autómentes nap az egy fix adat, fix szám, hiszen mindig az iskolák annyi embert küldenek, rengetegen vagyunk. Tehát, hogy ez a szám ez nagyjából adott. A családi autómentes nap lesz a kérdés majd szombaton, hogy tavalyhoz képest mekkorát fejlődünk. Eddigi visszaesések alapján úgy tűnik, hogy sokan lesznek. Mondjuk időjárástól is függ, hogy most ha esik az eső, akkor valószínűleg kevesebben választják a kerékpáros családi napot, inkább otthon ennek a tévé előtt, de ezen is múlik.
Rendezőként milyen komoly előkészületek előznek meg egy-egy ilyen megmozdulást? Hát minden rendezvény előtt ugye az események a kommunikáció is nagyon fontos, hogy sokan eljöjjenek rá, tehát nagyon fontos az, hogy a lehetséges összes felületen, ilyen szemben az internet fontos, a Facebook, egy honlap, hogy tudjanak róla, hogy merre vagyunk és mi történik itt. Jöjjenek sokan, az engedélyezése mindezeknek is, ugye az rengeteg segítő, akit részt vesz, és itt köszönöm meg a rendőrségnek, a polgárőrségnek, a város, a kerület összes intézményének, aki ebben részt vesz, a szemét elszállítástól a útvonal lezárásáig, a Bohus Security, aki a bányában zárta az utakat, hogy biztonságban a gyerekek jöhessenek onnan, ha lementünk biciklizni. Tehát rengetegen vettek részt ebben a programban, és az ő összefogásukból először érkezünk. Dans ma tête y'a quelques cheveux dans le fond, mais comprends que j'ai des projets. J'sais plus comment m'y prendre. Y'a des putes qui me tournent autour et j't'avoue des fois bah j'y pense. En face de moi y'a la foule, juste à décoller des penses. J'suis arrivé à un stade où j'pourrais faire vibrer la France. Certains potes au monde j'y fonce.